Sziasztok, itt vagyunk Budapesten a Vörösmarty téren, ahol már nagyban zajlik a karácsonyvásár, és most meg fogjuk kóstolni az összes kürtös kalácsot, amit itt kaphatunk, és leteszteljük, hogy melyik a legfinomabb. Gyertek és tartsatok velünk! Szóval megvettük az első kürtös kalácsunkat. Hát a szempontrendszer alapján, aminek nekik egyébként az interneten utáni járhat bárki, megvannak adva bizonyos méretek, hogy mekkorának kell lenni egy kürtös kalácsnak. Például a hosszának 15 centinek kell lenni, hát ez láthatóan azért jóval nagyobb. Illetve íz alapján fogunk még pontozni, a színe alapján, illetve az állaga alapján. Szóval meglátjuk. És akkor kezdjük először a külső szempontokkal. Színek aranybarnának kell lennie. Hát szerintem ez azért úgy, mondjuk azt, hogy megfelel. Könnyen törhető, ropogósnak, keménynek kell lennie, ez ennek mondjuk megfelel. Az ízétől egyébként nem vagyok annyira elragadtatva, tekintve, hogy 2000 forintba kerül. Tehát ezért 2000 forintért az ember nyilván erre többre számít. Maga így a tészta azért eléggé egyenletes, tehát nincsenek benne így csomók. Láthatóan már úgy, hogy beleettünk, már most nagyobb, mint 15 cm, tehát hosszra ez abszolút megfelelő. Belső kerületének pedig legalább 4 cm-nek kell lennie. Hát ez egész konkrétan 8. Nem igazod le, de azért azt sem lehet rámondani, hogy rossz. Megvettük a következő kürtös kalácsunkat, ami láthatóan jóval kisebb, Kató néni kürtös kalácsa, nem egyenletes. És még ilyen kis darabkákat is érzek benne, tehát darabos. Könnyen törhető, igen, és így ropogós, viszont amit látok, hogy ennek talán egy picivel azért jobb a színe, mint a másiknak, de nem egyenletes. 17. Jó, hát igen, ennek megfelel. És akkor nézzük a belső átmérőjét. Hát egy 5-6 cm, tehát ez is megfelel, viszont nem egy szép látvány. De nézzük az ízét, mert az a lényeg. Ennek van egy fura mellékíze. Nekem ez kifejezetten nem ízlik. Azt azért hozzá kell tenni, hogy az első versenyzőhöz képest ez majdnem fel annyiba kerül, mint 1200 forint, de azért látható, hogy jóval kisebb is. Harmadik elégvás, a Vitéz kürtös kalács, áfonyás kürtös kalácsa, ami egyébként 1800 forintba került, mivel azért ez így különlegesebb kicsit, hogy nehezebb eltörni, mint a többit, viszont azért még ezt sem mondanám nehezen törhetőnek, és ezen látszódik legjobban ez az aranybarna szín, tehát a színét tekintve magasan a legjobb, illetve az állaga is egyenletes, teljes mértékben én azt gondolom, annak ellenére, hogy nem az ilyen hétköznapi kürtös kalács ízt adja, de ez jó. Nézzük, hogy megvan-e 15 centi, bőven megvan, ez annál jóval több is. Belső átmérő, abszolút megfelelt, ugye 4 centinek kell lennie. Most fogunk menni történetesen a metró aluljáróba, 350 forintért kürtös kalácsot kóstolni. Hát kíváncsi leszek, hogy mennyivel tudnak többet ezek a minőségi kürtös kalácsok egy ilyen kis mindennapi aluljárós kürtös kalácsnál, szóval nézzük. Hello! Tehát akkor itt van a negyedik versenyzőnk, az aluljárós kürtös kalács, gyakorlatilag már most szétesett. Látványra azért nyilván lemarad a többitől eléggé. Hozzányúlok gyakorlatilag, már eltörik, nem ropogós, nincs rajta máz, tehát hogy azért látszik, hogy ez egy gagyi verzió, és a színe sem aranybarna, hanem kicsit így oda van égve őszintén. Megvan azért a 4 centi belső átmérőnek, tehát azért az úgy okés. Ez éppen, hogy 15 centi, tehát hogy pont megvan. Pontosan, hogy megvan. Nem ropog. Igazából annyit érzek rajta, hogy belemártották cukorba a tésztát is, kb. Ennyi. Tehát végigkóstoltuk a környéken megtalálható összes kürtös kalácsot. Itt van 3 vásári kürtös kalács, 1 aluljáros kürtös kalács, és összegezve akkor nézzük a végeredményt. Ha
versenyt, hogyha kilátogattok ti is a vásárba, azért érdemes őket megkóstolni. Aztán ennyi meg egy bombi. Christmas tree, have a happy holiday.